Viszontlátásra. Én hoztalak be, én is akarok visszavinni. Hát jól volt, de legyenek ülesek a fogdák. Vigyél az irodámba. Már kerestünk benneteket. Meddig maradunk ezen a halászon? Az attól függ, hogy az a disznó mikor váltja ki a gyereket. Nem biztos, hogy az övé. Gyerünk, igyekezz már! Akkor miért akarta átadni a 300 milliót? Fizetni fog. Meglát, fizetni. Add ide. Adtam neki még egy injekciót. Jó ideig nem ébredt fel. Jelentetlek, hogy lehallgatjuk az irodai telefonodat is. Ronda zsarolási ügybe keveredtél, Erosz. 2 milliárdot akarnak tőled. 2 milliárdot? Ezt meg honnan veszed? Tegnap, mikor fölvettem a telefont nálad, ők voltak. Ma Amilkárit hívták, neki is elmondták. Nyilván megtudták, hogy velittelek. Most azt fogják hinni, hogy én köptem be az egészet. És ha megölik a gyereket? Nem, ne félj, ezek profik. Birgit halála után valaki másnak passzolták át az ügyet. Az előzőek beérték volna 300 millióval. Álljon meg! Megérkeztem. Próbálj megérteni. Azt tettem, amit kellett. Én megyek, meg lehet itt fulladni. Szevasz, Luciano. Várj! Most mik a szándékaid? És neked? Megakadályozom, hogy hülyeséget csinálj, és elfogom a rablókat. Nem a gyereket akarod megmenteni? Hogy jön ez ide? Az vele jár? Nem, nekem ez a legfontosabb. Látod, én megmondtam, már ki is engedték. Ha a legjobb barátja bevitte valami, biztonságnak mindenképpen kell lennie a dologban. Neki se sikerülhet mindig minden. Mit számít az most? Nem tudom, hogy az én fiam-e. Nem tudom. Egész éjjel kérdezgettél, elég a kihallgatásból. Majd, ha felfogod, miről van szó? Lehet, hogy Birgit se volt egészen biztos benne. Csak azt tudta, hogy meg fog halni. Neked beszélt róla? A boncolás eredménye is megerősítette. Szívbeteg volt, kevés ideje volt hátra. Én akartam elmondani neked. Apát keresett a gyerekének, de nem biztos, hogy te vagy az. És mit számít az most? Most, hogy elrabolták. És én vagyok az egyetlen, aki megmentheti. Ahogy elnézlek. Így van. De ha rászánnád magad, hogy segítesz, talán mi is tehetnénk valamit. Nem tudom, mi a fenének áldogálok itt veled. Az a szegény gyerek be van zárva valahol. Egyedül, elhagyott. Isten tudja, mit csinálnak vele. Egyenőre semmit. Ha csak nem látod túl sokat. Erosz! Menj, rohanj! Felé. Szilvána, hívd fel nekem Leont most azonnal. Máris, a posta ott van az asztalon. Láttam, köszönöm. Halló? Leon a vonalban. Halló? Halló, Martin? Erosz? Ó, ha tudnád, milyen régen várom, hogy felhívj. Történt valami? Már bánom, hogy hallgattam rád. Ne bán, nagyon jól tetted. Hogy vagy? Martin. Figyelj, mondanom kell neked valami fontosat. Rossz? Igen, és nagyon nehéz elmondani, különösen így telefonon. Akkor miért nem jössz ide? Lehetetlen. Menjek én hozzád? Ne, Martin, ne. Figyelj rám. Miután elutaztál, itt felgyorsultak a dolgok. Úgy értem, olyan dolgok történtek, ami nagyon-nagyon komoly. Szóval szeretném, ha tőlem tudnád meg, és nem máshonnan, mit tudom én, a televízióból, vagy az újságokból. Hogy az újságokból? De mi történt? Az a német lány.
Birgit Heinemann. Meghalt. Meggyilkolták. Volt neki egy fia, és az a lány azt mondta... Szóval azt mondta, hogy a gyerek az enyém. De ez nem igaz, vagyis nem tudom, nem biztos. A gyereket elrabolták. A te gyereked? Mondd meg őszintén. Nem tudom, mondtam, hogy nem tudom. Erosz, mondd meg az igazat. Tényleg a te gyereked? Márti, én nem tudom. De nekem tudnom kell. Megérted, hogy ez nekem nagyon fontos, igaz? Igen, lehet. Lehet, hogy az én fiam. Bocsáss meg talán, de ezt nem tudod megérteni, Márti. Mit? Mit nem tudok megérteni? Azt, hogy becsaptál? Hogy hazudtál nekem? Ezt még telefonon is meg tudom érteni. Martin. Martin, ne csináld ezt. Figyelj ide. Ne. Martin, Martin! A fiadról szeptember 28-án kedden este 11-kor legyél a katolikai öbör előtti telefonfülkében. Lányok, nekem most el kell mennem. Ne keressetek, majd jelentkezem. Jó, rendben. FM a központban. Magrini elhagyja az irodát. Nem túl kockázatos ez. Tudom, nem tehetünk semmit. Gondolj bele, a végén akiknek kevesebb szolgálati idejük van, azok is annyi nyugdíjat fognak kapni, mint mi. Értette ezt? Eszük ágában sincsen. Nincs. Annyira félek. Ne butáskodj, mama. Fél 11 van, és ezek még mindig itt vannak. Tudod mit? Vedd fel az akómat, menj a garázsba, és ülj be a kocsimba. Reméljük, utánad mennek. Tessék, itt a kulcs. Hát csak nem gondolod, hogy összetévesztenek veled? Dehogy nem. Legalább próbáljuk meg, sötét van. Így áll egy kortyot, és lássunk munkához. Gyere! Oda néz, kijött valaki. Aha. Ez Magrini. Kettes járőrkocsi a Eros Magrini vagyok. Előkészítetted a pénzt? Mondta az öreget, hogy 2 milliárdról van szó? Nem készítek elő semmit, ha nem kapok hírt a gyerekről. Bizonyítékot akarok, hogy jól van. Hallani akarom a hangját, világos? Hát persze, erre mi is gondoltunk. De előbb neked is jelét kell adnod a jó szándékodnak. 500 millió. Utána majd megmondom, hogy hol és mikor. De most figyelj, van itt valami, ami esetleg érdekelhet. Ezt az üzenetet az apámnak küldöm. Felolvasok egy címet a mai tőzsdehíre. Alex, te vagy az? Szeptember 28-a kett. Riadó a Gyáriparosok Országos Szövetségében. Papa, tudom, hogy nem szeretsz engem. Tudom, hogy nem kellek neked, de akkor is gyere el értem. Vigyél el innen! Elégedett vagy? Holnap ugyanekkor, ugyanabban a fülkében. 500 millió. Különben nem látod többé a fiadat. Küldd el az öregeddel, ne vesztegesd ezzel az idődet. Halló! Halló! Rohadékok!
rohadékok. Megvárakoztatok meg is. Dobd már le a kötelet. Uti! Nesze! Na mi van? Bekapta? Holnap este megtudjuk. Megyek, lefekszem. Segíts már föl! A kölyök mit csinál? Na mit gondolsz, mit csinál? Alszik. Adsz egy cigarettát? Az enyém elfogyott. Szívjad csak! Mi van, nem tetszik valami? Te nem tetszel. Na, nem mond, miért? Az a vézna majom tetszett, az a Ricky. Csinos fiú volt, csak egy kicsit lányos. Miért mondod, hogy volt? Menj a fenébe, csak nyavajogni tudsz. Miért mondod, hogy volt? Tamara. Tamara. Mi történt? Mit csináltak veled? Semmit. Semmit, Alex. Nem csináltak velem semmit. Nagyon össze kell tartanunk, Alex. De nem szabad, hogy tudjanak róla. Értesz engem, ugye? Gyere itt. Nem tudom, de remélem sikerül meggyőznünk. Szabad. Eros. Ne haragudj, később vissza. Ne menj el, gyere be. Én kértem Lucianót, hogy legyen itt. Barátok vagyunk, nem? Nekem a bankom igazgatójával van beszélni valóm, senki mással. A baráti találkozót majd valamelyik étteremben tartjuk meg. Ha fejjel akarsz szohanni a falnak, a te dolgod. Egy a százhoz az esélyed, hogy visszakapod a gyereket. Ha egy a millióhoz lenne, én akkor is megpróbálnám. Rendben van, elmegyek. Szevasz, Luciano. Szevasz. Eros, figyelj csak! Megtaláltuk azt a Rickyt. Emlékszel rá? Igen, az a srác, aki Ernestóval dolgozott a delfináriumban. Holtan egy szemétlerakóban. Azt is kinyomoztuk, hogy Ricky Birgittel, a gyerekkel, Tamarával, a barátnőjével, és feltételezhetően a te Gino-tal. Tudod, hol rejtőztek el? Ernesto kastélyszállójában. Ezért ölték meg. Ő is benne volt a buliban, és nyilván ki akart ugrani. Ilyen emberekkel akarsz te egyedül szembeszállni? Gyere, Eros. Ülj le. Sajnálom, de a kérésed nagyon hitelszűkös időben érkezett.
Nem vagyunk abban a helyzetben. Vagyis? A bank nem tud ekkora összeget adni. Még ha a strandkomplexum garanciául is szolgál és jelzálogot... Csak röviden, adni. Mennyit kaphatok? Már így is nagyon magas a hiteled, elmehetünk 1 milliárdig, maximum másfélig. Nem egészen egy hónapja értékeltétek fel a vagyonomat körülbelül 5 milliárdra. Pontosan, de szűkös időket élünk, és ez a hitel nem nyereséggel kecsegtető kereskedelmi befektetés. Erosz, ez ablakon kidobott pénz. Ez a része nem tartozik rád. Addig is próbálj megszerezni 500 milliót készpénzben. 50 000-es címletekben. Ez lesz az első részlet. Csináltam a levest, ahogy te szereted, tészta nélkül. Köszönöm. Húzzuk egy kicsit följe. Nézd meg az ember, mit kellett megérnünk. Mondtad neki, hogy egy éjszakát a fogdában töltöttél? Börtönben? Nem, a fogdában. A kapitányságon. Ott volt, amikor megölték Birgitet. Pénzt akart tőlem. Elmentem a találkozóra. Csak úgy, kíváncsiságból. Tudod, mit tettünk a táskába? Egy csomó öreg újságot. A végén már nem is kért el a pénzt. A cinkos társai lelőtték. És Birgit meghalt. És vele voltál? Mielőtt meghalt, szinte könyörgött, hogy gondoskodjam a gyerekről. Tíz évvel ezelőtti kaland miatt. Ha, és ez még nem minden. Most ezek a banditák, akik elrabolták a gyereket, 2 milliárdot követelnek érte, és ő fizetni akar. Én az ő helyében egy árva vasat se adnék. Hagynád meghalni azt a gyereket? Buta beszéd! Ne felejtsd el, hogy gyerekek ezrei halnak éhen naponta Indiában és Afrikában, és Eros azokért soha nem nyúl a zsebébe. Mi köze neki az indiai gyerekekhez? Hogy mi köze? Hát az elva az fontos, el, nem? Persze, és te, Erosjál, te gyereked volt. Hát éppen ez az, hát látod, hogy nekem van igazam. Egy gyerek, aki melletted nő föl, akit iskolába hordasz, meggyógyított, ha beteg, nem olyan, mint akit soha nem láttál. Menj már, úgy beszélsz, mint ha nem is volna szíve. Na jól nézzünk ki, 30 év után azt vetted a szememre, hogy szívtelen vagyok, és őt kinevelte föl, ha szabad tudnom. Kíváncsi vagyok, mire mentél volna nélkülem? Neked elment az eszed. Azt akarod mondani, ha te nem lettél volna, én meg a fiam éhen halunk? Nem, kedvesem, én ezzel a két kezemmel mindig elboldogultam. Hagyjátok abba, hagyd abba, légy szíves. Nem tudjátok, hogy mit beszéltek. Meg kell menteni egy gyerek életét, és ti meg itt veszekedtek. Ne haragudj, igazad van. Nem tudom, mi történt velem. Ó, semmi baj, mama, ülj le. El kell mondanom nektek valamit. Ti vagytok az én családom. Mindenképpen tudnatok kell. Én láttam azt a kisfiút. Amilcare tudja. Beszéltem vele. A gyerek úgy tudja, hogy én vagyok az apja. Egyszer már kiábrándítottam. Elküldtem. De most nem tudom magára hagyni. Látod? Hallottad, mit mondott? Azt csinál, amit akar, a pénz az övé. A bank 1,5 milliárdot ad. De nekem 2 milliárd kell. Holnap este át kell adnom az első 500 milliót. Sőt, át kell adnunk. Igen, Amilcare, neked kell elvinned. Neked kell elvinned. De. Ők kérték így. Légy szíves, tedd azt, amit mondok. Alex, ébredj fel. Hallod?
Gyere, nyújtóztassuk ki a lábunkat, jó? Szedd össze magad, nyisd ki a szemed, gyere. Nyisd ki, jó? Nagyon lassan jársz. Mozgasd meg a lábad. Le akarok ülni. Mi az? Már is elfáradtál? Kis lustaság. Nagyon rossz lehet vízbe fulladni. Miket beszélsz? A mamám soha nem fog már értem jönni. Tudom. Nagyon beteg. Alex, ne gondolj most erre, jó? Máskor is volt már beteg, de mindig visszajött hozzád. Ő nagyon erős, tudod? Mindannyiunknál erősebb. És ha ő nem, eljön érted a papát. Ő nem. Ő nem jön értem. Nem hiszi, hogy ő az apám. És most már én sem hiszem. Nem tehetünk túl sokat magunkért. De én azért egyfolytában töröm a fejem. Ki kell találnunk valamit, hogy megszökjünk erről a hajóról. Előbb-utóbb találunk valami alkalmat, nem? És akkor tűnés. Amilkárra vagyok. Indulj el a régi országúton. Igen. A San Leo-i kereszteződésnél. Mit gondolsz? Össze tudod szedni a pénzt, ami kell? Reggel találkozom a banki igazgatóval a közjegyzőnél. Utána felvehetem a hiányzó pénzt. Félsz, igaz? Félsz, hogy elkésel? Szükségem van még 500 millióra. Sürgősen össze kell szednem. Minél több idő telik el, annál veszélyesebb a helyzet a gyerek számára. Indulj el a régi országúton. A San Leo-i kereszteződésnél. Fordulj balra! Korpoli után 500 méterre találsz egy utat, ami a városi szemétlerakóhoz vezet. A munkagép fülkéjében hagytunk neked valamit. Vedd el! És a pénzt hagyd ott. Valamit enni kell. Ne arra, hogy én nem vagyok éhes. Istenem, milyen késő van. Miért nem jön már? Azt akarod, hogy őt is elkapják egyszer? Ne mondj ilyet, mama. Lelkiismeret furdalásom legyen, hogy őt elküldtem. Ugyan, dehogy. Hagyd el, rossz. Anyád nem ezt akarta mondani. Mondtam, hogy ők akarták így. Persze. Még jó, hogy Martin megért engem. Mit tudom én, mi jár a fejükben azoknak a gazfickóknak? Természetes, hogy aggódom, nem? Muszáj valami bizonyítékot adniuk, hogy a gyerek életben van.
Amilcare! Megjött! Amilcare! Amilcare! Mi van? Amilcare. Mi van? Hoztál valamit? Végre! Ugyan, ne sírj már! Kezd el olvasni az újságot. Címdátum. Amikor szólok, tedd le és olvasd fel a levelet. Megértetted? Gyerünk! Na kezd már hozzá, olvasd! La Repubblica, 1987. szeptember 29-e. A kormány döntött. A hadiflotta elindul az öbölbe. Tedd le az újságot és olvasd fel, ami a papíron van. Gyerünk, olvasd már! Papa, jól vagyok. Amint látod, jól bánnak velem. Adnak enni és kedvesek hozzám. De hamarosan el kell döntened, hogy fizetsz-e. Mert ha nem, akkor nagyon megharagszanak. És az nekem nagyon rossz lesz. Amióta a mama meghalt, egyedül vagyok a világon. Hazudtok! Nem igaz! Nem igaz! Nem halt meg! Nem halt meg! Nem igaz! Maradj nyugton! Ülj le! Ülj vissza! Kapcsoljátok ki a kamerát! Maradj nyugton, nyugi! Na mi lesz? Folytatod? Gyerünk, beszélj apáddal! Mondd el neki, mit akarsz! Beszélj! Hallod? Én ezt nem hiszem, apa. Mondd meg a mamának, hogy telefonáljon azonnal. Szeretném látni. Szeretnék beszélni vele. Légy szíves, papa. Légy szíves. Légy szíves, papa. Légy szíves. Én ezt nem hiszem, apa. Mondd meg a mamának, hogy telefonáljon azonnal. Szeretném látni. Szeretnék beszélni vele. Légy szíves. Légy szíves, apa. Erosz. Erosz, hová mész? Ne, Martina, hagyd. Lehet, hogy most jobb lenne egy kicsit egyedül hagyni. Ha meghal, sosem bocsájtom meg magamnak. Angelino, adj egy dupla viszkit.
Ide figyelj erre, most mit csináljak veled? Nem gondolod, hogy túl sokat iszol? Tessék, én is iszom veled egyet. Mi fejed van tulajdonképpen? Nekem elmondhatod. Az, hogy hülye vagyok. Miért mondod ezt? Abban a hitben éltem, hogy az embernek vannak barátai. Miért? Én mi vagyok? Segítségre van szükséged? Igen, de nem tőled. Miért? Én csak másodrendű barátnak számítok nálad. Mennyi kell? Gyerünk, bök ki. Ugye mit bökjek ki? 500 millióra van szükségem. Azt a mindenit. Az már egy egész kis vagyon. Igen, igen, tudom. Tudom, hogy neked nincs, nem tudsz adni. Sőt, most azt fogod mondani, hogy neked is gondjaid vannak, nem? Szevasz, viszlát. Hová mész? 100-at tudok adni. Az többé-kevésbé az összes vagyonom. De ha lehet, ne mondd el senkinek. Nem akarom, hogy mindenki rám másszon. Rendben van. Csak azt mondd meg, az a gyerek a tiéd? Lehet, hogy nem, de... Igen, igen, igen. Rendben. Ez nem is kérdés. Természetesen. Jó, visszahívom. Minden jó. Viszontlátásra. Felbukkansz itt nekem váratlanul, és sétálsz, mint egy rendőr. Hogy hozhatsz ilyen kellemetlen helyzetbe? Igen? A Lyoni Hitelbank az egyesen. 5 perc múlva kapcsolja be. Igen, monsieur Laros. Mondd meg, ha nem akarsz segíteni. Nem a pénzről van szó, Martin. Azt akarom, hogy megértsd. Nem. Olyan önfejű vagy. Mindenképpen fel akarsz idegesíteni. Martin. Az élet nem ilyen egyszerű, annyi nehéz döntést kell hozni naponta. Másképpen is meg lehet oldani, nem? De ez a dolog nekem nagyon fontos. Biztosan. De akkor is meg kell gondolni, hogy visszamenje. De az a gyerek életveszélyben van. Annál inkább. Lásd be végre, hogy tévedtél. Hogy mondhatsz ilyet? Segítségre van szüksége. 500 millióra. Martin, neked ahhoz az ügyhöz semmi közöd. Erosz a férjem lesz, a gyerekeim apja. De az a gyerek nem a tiéd. Lehet, hogy én leszek az anyja. De ez az én problémám. Most mi bajod? Ki tudja, hány gyereke van szétszórva egész Európában. Legyen ez az ő gondja. Mi között hozzá? Nem ismerek rád. Soha nem is ismertél. Igazán? Á, értelek. Megsértődtél. Lehet, hogy okkal. Én nem adok pénzt a te Eroszodnak. Ezek után nem is fogadnám el. Sajnálom. Kidobott pénz lenne. Nézd már, én... Á, ne érj hozzá! Na jó. Azt hiszem, letelt az 5 perc. Ne haragudj, de dolgom van. François, kapcsolja a hitelbankot. Igen, Mr. Bocsánat, a Milánó a 12-es vonalon. Á, jó napot, Guarino úr. Jól, köszönöm. Szeretném véglegesíteni a dolgot. Igen, hogy ne, természetesen, megköthetjük a szerződést. Hogy ne, nyugodtan előkészítheti. 2, maximum 3 napon belül Milánóban leszek. Igen, persze, lépjen kapcsolatba jó tanácsosommal. Hát most is megbeszélhetjük. Hétfőn? Papa? Igen, nagyszerű. Nem fogsz hiányozni. Semmi, folytassa, csak nyugodtan. Mit akarsz még tőlem? Egy kávét, ha beengedsz. És Hargyia főz nekem. Nem akarom, hogy együtt lássanak minket. Kik? Az ember rablók? Azok telefonálnak, messze vannak. És lehet, hogy nem is ide hozzád. Talán Amilcarét hívják. Különben is többet tudnak rólad, mint gondolnád. Nézd, ha rajtam múlna, az a 1,5 milliárd a bankban maradna. Zároltatnám.
De a vizsgálóbíró nagyon kíméletesen bánik az elraboltak hozzátartozóival. Még arra sem adott felhatalmazást, hogy ellenőriztessem Amilcare telefonját. Minden emberünket a zsebesekre állítottuk, különben vége a turizmusnak. Martin? Elment, tudod, hogy van? Ha süllyed a hajó, menekülnek a patkányok. Mama, nem gondolod, hogy ez túlzás? Jobb, ha én egy szót se szólok. Szükségem van 500 millióra, azt se tudom, hol a fejem. Gondoltad volna? Elrosszbág Réni, a híres nagyvállalkozó, nem tud összeszedni 500 milliót. Pedig így van. Körbejártam a barátaimat. Jól is jártam vele. Tudod, ki volt az egyetlen, aki segített? Ki adott 100 milliót, minden megtakarított pénzét? Ki? Angelino. Gondoltad volna? Már annyira összezavarodtam, hogy arra gondoltam, fogom ezt a 100 milliót, és elmegyek vele a kaszinóba. Úgy érzem, hogy szétrobbanok. Szeretnék segíteni. Hogy gondolod? Kölcsön akarsz adni? Ide figyelj! Ha telefonálnak és közlik a találkozó időpontját, ha nincs meg a pénz, akkor is fogadd el. És értesíts! Ez az egyetlen módja, hogy segítessek. Halló? Martin, te vagy az? Hol vagy? Miért mentél el úgy, hogy nem is szóltál? Igen, igen, hallgatlak, mondd csak! Martin... Én, mint az ön bankjának igazgatója, határozottan lebeszélem. Most nem alkalmas az idő az eladásra, gondolom, Monsieur Laros tud róla. Nincs jelentősége. Azt adom el, amit az anyám rám hagyott. Rendelkezhetek vele a beleegyezése nélkül is. Értem. Azonnal küldünk egy telexet a Rimini képviseletünkre. Monsieur Macrini attól kezdve rendelkezhet a pénz felett. Nagyszerű. Miért nem hívnak már? Jól jár az az óra? Na persze, eddig jól jár. Most mit csinálsz? Felhívom a pontos időt, hogy megnyugodjál. Azonnal tedd le! Nem lehet foglalt a telefon. Jó, ahogy akarod. Halló? Magrini? Én vagyok. Hogy állsz a pénzzel? Beszélni akarok a gyerekkel. Ne jázz a süketet, Magrini. Azt kérdeztem, megvan-e az utolsó része? A pénz megvan, de beszélni akarok a gyerekkel. Tartsuk be a szavunkat. Én az enyémet, ti a tiéteket. Nyugtasd le magad, kabinos. Előbb az üzlet, nem? Mondd meg az öregnek, hogy ma este maradj. Előbb beszélni akarok, Alexa. Maradj már nyugton. Ha jól tudom, még nem tettem le a telefont. Egy gyere, kis haver, hadd vegyük valami hasznodat. Kérdezz csak meg tőle, hogyan halt meg az anyád. Nesze. Folyton azt mondják, hogy a mama meghalt.
De én nem hiszem el. Hol van? Ott nálad? Miért nem válaszolsz? Mi történt? Hallasz engem? Halló? Halló, ott vagy még? Halló, Alex, igen. Itt vagyok. Én vagyok az apád. Papa, hol a mama? Válaszolj, mondd meg! És mikor jössz értem? Nem sokára érted megyek. Már megvan a pénz, amit kértek, de kell még egy kis idő. Mennyit kell még várnom? Azt nem tudom, de nem sokat. Majd ők megmondják. És te hogy vagy, ha? Rendesek hozzád. Jól bánnak veled. Alex, el kell mondanom valamit. Alex. Igen. A mamád. A mamád nincs többé. Neked most nagyon-nagyon erősnek kell lenned, Alex. Tudod, hogy a mamád nagyon beteg volt. Tudta, hogy nem sokára meg fog halni. Talán jobb is, hogy így történt. Alex, hidd el, hogy nem szenvedett. Én is ott voltam. Én is ott voltam. Éppen rólad beszélt. Nem szenvedett. Nem szenvedett, Alex. Ne sírj. Ennyi elég. Gyere, Pasquale, hozzuk be a ládákat. Te meg vigyázz a kölyökre. Alex. Ne sírj már. Eros. Egészen jól menni. Most már biztos, hogy leteszi a pénzt. Ezt garantálom neked. Szólni kell a kalábriainak. Aha. Szóljak én? Nem kell, majd én felhívom. Gyere, Amilcare, menjünk haza. Jó. Menjünk. Igen, én vagyok. Ki beszél? Egy barátja. Alex érdekében telefonálok. Nagyon figyelj. Ki az? Maradj csöndbe! Alexet egy halászhajón tartják fogva. Én is vele vagyok. Hol? Van egy Bóló nevű vendéglő. A Gábicsei parton, de a rendőrségnek ne szóljon, különben megölik. Halló? 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 Ki volt az? Ide figyelj, megmondanád, hogy ki voltam? Amilcare, új fejlemények vannak, de nem mondhatom el neked. Ide figyelj, megmondom, mit kell csinálnod. Mindjárt itt lesz Martin. Együtt elmentek a bankba, kiveszed a pénzt. Visszajössz a raktárba, megvárod a telefont és elviszed a pénzt oda, ahova mondják. Reméljük, hogy minden rendben lesz. Ezek szerint kétségeid vannak. Ugyan már, de hogy gyere! Martin és Argia meg fogják kérdezni, hol vagy. Mit mondják nekik? Amit akarsz, bármit. Eros, nézd rám, válaszolj. Beszélgessünk egy kicsit. Nem akarod megmondani, hova mész. Nem baj, jogod van hozzá. De jobban tennéd, ha előbb beszélnél Lucianóval. Ő tudna neked segíteni. Megbolondultál. Ha a rendőrség oda megy Szirénázba, azok azonnal megölik a gyereket. Hová megy a rendőrség? Szóval te tudod. Ismered a rejtek helyüket. Figyelj ide. Azt hiszed, én nem gondoltam rá, hogy szóljak Lucianónak. De gondolj bele, mi lesz, ha a gyerek issza meg a levét. Sose bocsátom meg magamnak. Amilcare. Amilcare, ezt egyedül kell megoldanunk, és betű szerint betartani az utasításaikat. Hagyd, hogy nyugodt szívvel menjek el. Mindent úgy csinálsz, ahogy kell. Ja, na, ja, kösz. Ja. Kösz, Amilcare, szia. Majd hívlak. Értesítelek, ne aggódj! Thank you.
Szervusz, Amilcar. Szia, Márti. Isten hozott. Argia örül, hogy visszajöttél, igaz? Még nem találkoztam vele. Csak nemrég érkeztem meg, és... Eros? Hol van? Nem tudjuk. Amilcar azt mondja, hogy kapott egy telefont, és utána elment. De hová? Nagyon csodálkozom rajtad. Gyere, Martin, menjünk. Nem, ne szaladjatok el, hallgassatok ide. Ebben a táskában az utolsó résztek van, 1,5 milliárd lira. Te vagy a postás. És utána? Visszaadják a gyereket? Nem. Eltelik 2-3 nap, és újra telefonálnak. Hogy visszaadják a gyereket? Nem. Hogy újra pénzt kérjenek? És ez addig megy így, amíg teljesen ki nem fosztanak. És egy napon majd megtaláljuk valahol a kisfiút holtan. És a boncolás kimutatja, hogy már akkor is halott volt, amikor te, barátom, átadtad neki ezt a pénzt. De hát akkor mit csináljuk? Azt, amit az elraboltak hozzátartozói nem szoktak megtenni, mert félnek. Nem szabad fizetni. Bízzatok a rendőrségben. Indulj. Terítsd ezt magadra, párás az este. Nem akarsz inkább bemenni? Ne. Hol lehetnek ennyi ideig? Remélem, nem jött közbe valami. Nagyon szereted az én Erosomat, igaz? El kell mondanom, mert sose bocsátom meg magamnak. Azt hittem, hogy végleg elhagytad. Igen. Gondoltam rá. El akartam hagyni. Szemetek. Ezt adnám én nektek. Ti
Én is sajnálnám, ha meghalna a gyerek. Nem vagyok én modálat. Lehet, hogy már rég megölték. Ha jobban belegondolok. De ő nem gondolkozik, fizet és kockára teszi az életét. Az anyja meg adja alá a lovat. Hello, hello, igen, én vagyok. Hát persze, hogy megvan, itt van előttem. Az autósztrádán, igen. A 18-as kilométer után, igen. Találok egy írást, hogy hova menjek. Igen, de nehogy elmondja még egyszer, nem vagyok süket. És akkor elengedik a gyereket? Letették. A legfontosabb kérdésre nem válaszoltak. Hát akkor én most a saját fejem után megyek. Egy szép napon Eros még hálás lesz nekem. A rendőrkapitánysággal beszélek? Adná nekem Ferri felügyelőt? Luciano Ferrit, igen. Köszönöm, nem baj. Talán a sors keze, ki tudja. Szevasz, Amilcare. Nyitva volt az ajtó. Ne haragudj, hogy csak úgy rátörök. Ma reggel a bank előtt úgy éreztem, mondani akarsz nekem valamit. Tehát, amint én és Mikuccon megkapjuk a pénzt, felhívlak a hajón, és azt mondom, megkérdezem, hogy milyen idő van. Tudod, mit kell tenned a kölyökkel? Bedobom az öbölbe. Dehogy az öbölbe, Pasquale. Legalább 4 mérföldre a parttól, ahol már jó mély a tenger. Menj már a fenébe. Hogy viselkedik Gino meg az a kislány? Gino rendes gyerek, van hozzá érzéke, semmi baj. Nagyon jó, örülök neki. És Tamara a cigánylány? Úgy látom, hogy jól megvan Ginoval. Akkor ne válasszuk el őket. Maradjanak együtt. Húztad a kötél létrát? Nem. Na, dobjad. Semmire se vagy jó. Se kurvának, se tengerésznek. Hagyjál már békén. Lassan. Megkiütődik az oldalán. Jó, jó. Na, hogy ne? Talán jöjjön igyedet. Persze. Most mit csinál? Mi megyünk az öböl. Így jó lesz. A gyere, kicsit előtt. Csend. Na, gyere már. Biztos? Jöjjön gyorsan. Persze. Igyekezzem. Gyere már. Jó. Tamara! Gyere már, segíts egy kicsit. Megyek már. Mit gondolsz, hány dolgot tudok csinálni egyszerre? Gino, eredj már! Én mit csináljak? Akarod, hogy megmondjam? Gyere itt! A horgony a helyén van? Pillanat! Igyekezz, indítom a motor! Kész vagyok!
Hol van? Jöjjön! Bújjon el ide! Hol van Alex? Menjen le! Mondd meg a lánynak, hogy menjen le a kölyökre! Tamara! Mit csinálsz? Menj le a gyerekhez! Mondd meg neki, hogyha jó lesz. Nem sokára hazavisszük. Térj le Ricsóne felé, régi téglagyár 15 kilométerre a főúttól, Ajib úttal szemben, főépület. Csak a telefon kell megvárni. Mikor hív? Egykor veszi át a dohányt. Most mennyi van, éjfél? Te, figyelj, kérdezhetek valamit? Mondja nyugodtan. Ha rájön, hogy bedobtuk a kölyköt, gondolod, hogy Tamara hallgatni fog? Ezen még nem gondolkoztam. Te egy praktikus fiú vagy. Sikerült eldugnom. Fel kell ébreszteni. Van egy gumicsának a fedélzeten, azzal megléphetünk. Gyorsan. Siessen. Alex. Alex. Segíts. Próbálja meg felébreszteni. Mosogassa az arcát. Jó. Alex. Alex. Igyekeznünk kell. Ezek nagyon kemények. Mindenre képesek. Nem riadnak vissza semmitől. Túl késő jöttem rá. Ébresztő. Alex. Megölték Rickét, és ha megkapják a pénzüket, minket is megölnek. Gyerünk, ébredj. A kalabriai telefonját várják. Bármelyik pillanatban hívhatja őket. Alex, fel kell ébredned. El kell innen mennünk. Nagyon kérlek, ébredj fel. Gyorsan. Erőltesd meg magad. Ébredj, ébredj. Én vagyok az Eros. Az apád vagyok. Megismersz, Alex. Apa. Gyorsan. Gyere, gyere, elmegyünk innen. Elmegyünk innen, Alex. Tényleg eljöttél? Igen, én vagyok az. Ne húzzuk az időt. Mindjárt. Annyira féltem. Most már itt vagyok, nem kell félned semmitől, csak el ne aludj, arra vigyázz. Segítsek. Nem kell.
Várj egy pillanatot. Segíts nekem megmenteni a gyereket. A rendőrséget majd elintézem, amiatt nézd most magad. Gino, segíts nekem. Jó? Mindig a barátod volt. Ne jöjj hozzám! Pasquale! Engedj el! Pasquale! Gyere ide, Pasquale! Nyugodj meg! Gyere ide! Maradj ember, hallgass el! Ugyanolyan gazember vagy, mint a többi! Hallgass meg, kicsoda! Te rohadt csiskefogó! Az úszómester. Eros Magrini? Személyesen. Mit röhögsz ezen? Elég nagy baj. Kötöld össze ezt a kettőt, és zárt kulcsra az ajtó. A lány ne. Azt vidd föl vele, majd később számolunk el. Gondoskodom róla, ne félj. Fürgébe! Menj tovább! Gyerünk, igyekezz! Állj meg! Ne fordulj hátra! Tedd le a pénzt a jobb oldaladra! Gyerünk, mozgás! A gyereket mikor engedik szabadon? Mire ez a nagy sietség? Hogy, mi betartottuk az ígéretünket. Mi is be fogjuk tartani. Állj, rendőrség! Zárjátok be a kiáratokat! El a kezekkel! Ne mozdulj! Állj! Hozzasz meg! Kezdem elveszteni a türelmem. Velem nem szórakozol sokáig. Eros Magrini nekem olyan, mintha a testvérem volna. Hol van a gyerek? Ez az én életbiztosításom. Ha megmondom, hol a gyerek, abban a percben halott vagyok. Tévedsz! Akkor vagy halott, ha nem beszélsz! Menekülést kísérelhetnél meg, és akkor én kénytelen lennék lelőni! Menekülést én soha... Látod, milyen okos vagy? Mit szeretnél kapni? Élet vagy ciglant? Egy gyerek életéről van szó! Ha beszélsz, megúszhatod! De ha nem, hány évet is fogsz kapni? Gondolkozz csak ebben, te vagy a szakértő, gyerünk! Ha nem telefonál, az azt jelenti, hogy valami baj van. Magrini miatt, meg emiatt a kis rogyó miatt! Először vagyunk ilyen sokáig együtt. Fordulj erre. Hadd lássalak. Mutasd magad. Alex. Nagyon szép kisfiú. Most lát bennünket a mama, tudod? Micsoda? Az égből. A mama nagyon szeretett téged. Biztos vagyok benne, hogy segít neked. Akkor is, ha már nincs itt. Amikor rosszul volt és nem kapott levegőt, mindig azt mondta, olyan érzés, mint azoknak a... Kiknek? Die Taucher. Mit jelent ez a Taucher? Azok, akik sokáig vannak a víz alatt. Aha. Könnyű búvárok. Folytasd, mit mondott még? Hogy amikor a búvárok sokáig vannak a víz alatt, szóval kevés oxigént kapnak. A mama azt mondta, hogy kellemes érzés, minden olyan szépnek látszik. A halál is ilyen, ugye? Igen, lehet. De ezt igazából senki se tudja. És most nem is fogjuk megtudni.
Alex, semmi veszély nem fenyeget bennünket. Azért tartanak itt, mert várják, hogy megkapják a pénzüket. Meg fognak ölni bennünket, tudom. Nem, Alex. Alex, ne sírj. Nem szabad sírnod. Nem tehetnek velünk semmit. Gyerünk, döntsd már! Valahol itt lehetnek. A Gabi csejőbölben. Eléggé főhet a fejük. Azt mondtam, felhívom őket, ha megkaptam a pénzt. Mit akartál mondani? Milyen parancsot akartál adni? Hogy engedjék szabadon a gyereket is. Vigyék haza. Mire számított? Mi becsületes emberek vagyunk, felügyelő úr. Nagyszerű! Akkor hívd fel őket és mondd meg nekik, tessék! Hívd! Mitől félsz? Hogy nem értik meg, és azt a parancsot teljesítik, amit vártak tőled, igaz? Hogy öljék meg a gyereket! Most mit csinálja a felügyelő úr? Taknyos kölykök azok. Mi van, ha félreértenek? Vagy beijednek? Luciano! Akkor aztán tényleg vége mindennek. Luciano! Argia! Luciano! Hol van Eros? Nyugodj meg, Argia! Gyere szépen, ülj le, Argia! Amilcare! Amilcare! Ültesd le valahova! Nyugodj meg! Hol van Eros? Nem lesz semmi baj. Mindjárt, figyelj rá! Én hivattalak ide benneteket, de meg kell ígérnetek, hogy nyugodtak maradtok, és nem avatkoztak bele semmibe. Na, üljetek! Vegyél erőt magadon, nyugodj meg! Nyugodj meg! Leülök! Nyugodj meg! Nyugodt vagyok! Sajnos még semmit nem tudok Erosról. Hogy nem tudtok semmit? Nyugodj meg! Majd én megmondom neked, hogy mit csinálj. Hívd a hajót és mondd meg a kutyaütőidnek az igazat, hogy itt vagy, és tudjuk, hogy hol vannak. Ideje minél előbb véget vetni ennek az egésznek, világos? Gyerünk, melyik frekvencia? Halló, te vagy? Hallod, az öreg megkapta a pénzt. Hogy? Maradj már csöndben! Elkaptak? Hogy elkaptak? Hol vagy? Honnan telefonálsz? Értem. Ha jönnek, álljak meg. Nem tanúsítok ellenállást. Megértettem. Mit képzelsz? Hogy vége? Tévedés! Neked van véged! Mit csinálsz? A kalabriai a kapitányságomban. Na és? Mindent beköpött! Nem sikerült. Azt csináljuk, amit mondanak, hogy ne kapjunk életfogytiglant. Amit mondanak? Én azért még meggondolom ezt. Nem akarok visszamenni a börtönbe egy napra se. Nem érdekel az életfogytiglan! Egyszer már előfordult, hogy így összekötöztek. Tényleg? Gyerekkorodban? Igen. Olyan idős lehettem, mint te. Indiánost játszottunk. Az osztálytársaim úgy összekötöztek, mint egy sonkát. És nagyon féltél? Igen, eléggé. Gyere csak szépen, egy kicsit megsétáltatlak, jó? Mit csinálsz? Mit akarsz? Te csak hallgass, jó? Nem! Nem! Hagyd be! Hagyd békén! Nem akarom! Halló? Igen. Felügyelő úr, a halászhajóról hívja. Add ide a mikrofont. Halló? Halló, hallanak engem? Halló? Halló? Igen, hallunk. Ki vagy? Nem számít, hogy ki vagyok. Az a fontos, hogy ki ő. Jól figyeljenek oda erre az emberre. Gyerünk! Beszélj! Eros Magrini vagyok. Hallottok? Eros. Igen, hallunk. Luciano vagyok. Itt vagyok a halászhajón. Nem akarják megadni magukat. Gyerünk! Mondjad! Itt van a lány is. Őt is fogságban tartják. Értem, mit akarnak? Majd megtudják azt is. És a gyerek? A gyerek életben van. Egyelőre. Jól van. Ennyi is vége? Hallottad? A gyerek életben van. Eros is jól van. Azoknak a gazembereknek a kezében, és te juttattad oda. Sőt, ti kettem. Miket beszélsz, Argia? Igen, te is.
Argyle, nincs igazad. Nyugodj meg, ülj le ide. Én nem tudtam, hová megy. Nekem nem akarta megmondani. Igen, tudom. Nem kellett volna elengedned. Miért hagytad elmenni? Argyle, miért mondod ezt? Azt tették, amit tenniük kellett. Gyerünk befelé. Apa! Hova mész? Assan. Ülj le ide. Apa, de jó, hogy visszajöttél. Látod, hogy visszahoztam? Bántottak? Nem. Ügyes volt a papád, azért hoztam vissza. Ne próbálj meg okoskodni itt nekem. Minket akarnak megmenteni, papa? Lehet. Talán mi is tudunk csinálni valamit, ha rosszul kötözött össze. Próbáld meg összehúzni magad. Ez az. Dobják el a fegyvert és jöjjenek ki a fedélzetre felemelt kézzel. Hallottál? Dobják el a fegyvert és jöjjenek ki felemelt kézzel. Teljesen fölösleges ellenállást kapcsítani, hallják? Dobják el a fegyvereket és jöjjenek ki felemelt kézzel. És most? Mit csinálunk most? Mit tudom én? A te ötleted volt. Látni akarjuk a foglyokat. Hozzád fel őket a fedélzetre. Az enyém mi? Emiatt a kis mocsok miatt van. Látni akarjuk a foglyokat. Rohadék. Hallottad? Gyere! Ne! Mutasd meg! Gyere! Mutasd! Engedjed, ha nem mennek el innen, megölöd hívfölöket! Mondd meg neki! Ne, gyere szépen! Menjenek innen! Menjenek, vagy megölöd! Nyílom, érti? A segítség! Tűrés innen! Menjenek innen, mert lelövöd! Tűrés! Rohadékok! Macskok! Itt maradunk a közelben, várjuk a további parancsokat. Vigyétek a fogdába! Igenis, felügyelő úr! Nyomás! Felügyelő úr, újra jelentkeznek. Add ide! Hallanak engem? Itt vagyok, mondd! Adják meg magukat! Értelmetlen az ellenállás! Egy helikopter van felettünk, távolítsák el azonnal, vagy megöljük a lány! Oli 57. Oli 57 a központnak, vétel. Adjátok át őket az őrhajónak. Vettem. Oli 57 az őrhajónak. Menjetek innen! Elille! Azonnal vigyék el a helikoptert! Megölöm ezt a kis nyomorúdat! Menjetek innen! Tűnés! Rohadék! Menjetek innen! Segítség! Papa, elmegy a helikopter. Persze. Felfedezed bennünket. Elmegy és jelenti a helyzetünket. Hallanak engem? Két dolgot akarunk. Pénz és egy biztos kikötőt Líbiában, Tripoliban. A foglyokat mikor engeditek szabadon? A kikötőben átadjuk őket a líbiai hatóságoknak. És most mi lesz? Talán megpróbálják teljesíteni. Kétségbe vannak esve. Ez még veszélyesebbé teszi őket. Úgy kell csinálnunk, hogy ne veszítsék el teljesen a fejüket. Hallottad, mit mondtam, Zsaru? Igen, hallottam, de konzultálnom kell róla. Nagyon bonyolult dolgot kértek. Líbiától függ, nem tőlünk. Beszélnünk kell a követségükkel. Tartsuk a kapcsolatot és nyugodjatok meg. Ez az. Húzd össze magad. Érzem, hogy lazul a csomó. Papa, ez egy tengerés csomó, igaz? Szerencsére. A tengerés csomót könnyen ki lehet bogozni. Otthon majd megtanítom neked, hogy kell csinálni. Te még nem is láttad a házunkat. De egyszer éjjel annak a bácsinak a kocsijában voltam. Elfelejtettem a nevét. Az a delfines bácsi. Hát tudom. Ernesto. Nagyon nagy ház, ugye? A kapunál láttam, hogy ott volt egy néni. Ernesto azt mondta, hogy a nagymamám. Igen. Majd meglátod, hogy szeretni fogod. Megvan. Várj csak. Majd kibogasztam. Papa, kiszabadítottál!
Itt az őrhajó. Konszoli kapitány, hallgatom. Itt Ferri felügyelő. 1 milliárdot kérnek meg ilyen őrültségeket. Próbáljunk időt nyerni. Rendben van, mit javasol? Mutassák meg a foglyokat. Úgy kell tennünk, mintha teljesíteni akarnánk a követeléseiket. Világos? Értettem. Ha történik valami, értesítem. Mindenki menjen a helyére. Lassan előre. Csak akkor nyitunk tüzet, ha muszáj. Rendben. Közelítsük meg őket halott távolságra. Értem. Jön egy hajó. Alex, keresd nekem egy kést. Nézd meg ott a fiókban. Gyorsan. Bármit, amivel vágni lehet. Nem van. Ügyes vagy. Vágd el gyorsan. A pénzt magatokkal hoztátok? A pénz még nincs meg. Majd egy helikopter hozza. De addig is látni akarjuk a foglyokat. Hozzák ki a fedélzetre a foglyokat. Együttműködünk, ha a foglyok életben vannak. A foglyok jól vannak. Nem elég. Látni akarjuk őket. Látnunk kell a foglyokat, addig nem tehetünk semmit. Ismétlem, parancsot... Most mit csináljuk? Mutasd meg nekik a lányt! Meggyőződtünk róla, hogy a foglyok életben vannak. Csak nem férsz a bőrödbe, kabinos. Kifelé, gyerünk! Menjünk. Ne félj, Alex. Hozzák fel őket a fedélzetre. Csak akkor teljesítjük a követeléseiket, ha megbizonyosodunk róla, hogy a foglyok életben... Nagyon vigyázz magadra! Kifelé, kisanyám! Engedje! Tessék, itt van a lány, látjátok? Hozz fel a másik kettőt is! Itt vannak, tessék, kutyabajunk! Mi lesz már, kabinos? Föl a kezekkel! Azt mondtam, föl a kezekkel! Lefogadalak, mint egy kutyám! Nagyon vigyázz, szemét! Megöllek, érted? Kinyírlak, ne kis szaros! Ne! Ne se! Hagyd békén, ne menj! Hozzá elítse! Hagyd békén, te! Add ide a kezed! Add a kezed a kezed! Gyorsan, gyorsan! Leugrunk! Gyertek, megöllek! Gyertek! Tamara! Ugorj, Alex, ugorj! Miről szól ez a dal? Egy kisfiúról, aki egyedül van a világban. Papa, ha otthon leszünk, továbbra is tanulhatok németül? Hát persze. Franciául is megtanulhatsz, ha akarsz. Martin majd megtanít. És te megtanítasz úszni a tengerben? Halászni is megtanítanak. Sőt, vitorlázni is megtanítanak. Elmegyünk messzire a tenger közepére. Kimegyünk messzire a tenger közepére, ahonnan már a partot se látjuk.
papa? Tessék. Semmi. Minden nap meglátogatlak a kórházban. Tamara, biztos vagyok benne, hogy felmentelek. Nem sokára találkozunk. Majd együtt gondozzuk a delfineket. Igaz, papa? Hát persze. Alex. Ő Martin. Nagyon örülök. A papám sokat beszélt rólad. Nekem pedig sokat beszélt rólad.